A 2022-es évben a kiskörösi polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője két újszülött esetében állította ki a születési anyakönyvi kivonatot, ezzel szemben 2023-ban egy újszülött esetében. Ez csak olyan esetben történik, amikor otthonában születik meg egy gyermek. Így 2023-ban egy személy születési helyeként került megjelölésre kiskörös, ami napjainkban ritkán fordul elő. A halálesetek száma kiskörös közigazgatási területén belül csökkenő tendenciát mutatott. Haláleset történt, akik otthonukban, illetve itt Kiskörös területén hunytak el. Ugye a kiskörösi lakosoknak a halálesetét főként a hagyatéki eljárások száma tükrözi. 3-400 körül van Kiskörösön, de anyakönyvezésre 98 haláleset történt itt Kiskörösön. Örömteli adat, hogy 2023-ban 14 szépkorút köszöntött Domonyi László polgármester, ami azt jelenti, hogy egyre több 90 év feletti polgár él a városban. Csak úgy jutunk el ezekre a helyekre, hogyha a hozzátartozó jelzi a nyugdíjfolyósító igazgatóság jelzésére, hogy kérik a polgármesteri köszöntést. Tehát mindenképpen megelőzi ezt az eljárást az, hogy a hozzátartozó részéről egy visszajelzés történik a hivatal felé, és ők bennünket ebben az esetben értesítenek ki, hogy kérnek polgármesteri köszöntést. Akkor felvesszük a kapcsolatot az érintettel, vagy hozzátartozóval, megbeszéljük a köszöntés részleteit, és hát természetesen azon a napon, tehát a napon igyekezünk kimenni. 2022-ben 80 házasságkötés történt Kiskörös város közigazgatási területén, ehhez képest ez a szám 2023-ban csökkent. Házasságkötés volt Kiskörösön, ebből külső helyszínen és a polgármesteri hivatal dísztermében történtek házasságkötések. Ugye ez a 69 pár nem feltétlenül kiskörösi lakos. A külső helyszíneink a teljesség igénye nélkül, mint a Vínum Hotel, a Kurta étterem, nagyon sok vidéki párt is vonzanak, mert nagyon ideális helyszínek, de azért klasszikusan még nagyon sokan a kiskörösi polgármesteri hivatal dísztermét választják. A születések és halálozások száma még továbbra sincs arányban, így a tavalyi évben is tovább csökkent Kiskörös lakosságának a száma.